sokkal, már csak a múltnak a maradványa, ezért nem biztos, hogy előre viszi Japán ügyét, tehát el lehet bontani. Egy csomó várat vagy az Edo-korban, vagy a Meiji korszakban lebontottak. A II. Világháború után pedig a mai jellemző Japánra már az jellemző, hogy a várakat megbecsülik, és számos várat újjá is építettek. A meglévőket pedig gondozzák. És természetesen nagyon nagy turista látványosságnak számítanak, illetve a helyi japánok is szívesen ellátogatnak a várakhoz. Napjainkban a várak a következő képen néznek ki. Egy része rekonstrukció, tehát újraépítették. Egy része csak rom, amit nem építettek újra, de a maradványok megtekinthetőek. Magyarországon sok ilyen váron található, de ez Japánra is igaz. Vastagon kiemeltem, 12 olyan kastély van, ami eredeti formájában maradt fönn, tehát túlélte az évszázadok viharait, és úgymond eredetinek tekinthetőek. Ez nem azt jelenti, hogy nem sérülhetett meg, vagy pusztult el az épület, de amikor újjáépítették, azt valószínűleg még abban a korban, a kornak megfelelő technológiával építették újjá, tehát modern dolgok nincsenek benne építészeti szempontból. Aztán vannak olyan várak is, amelyek nem japán stílusúak. Egy ilyen várral az előadás vége fele fogunk találkozni. Számomra meglepő volt, hogy bizonyos épületek kínai, illetve koreai hatást mutatnak. Ezzel együtt voltak olyan várak, amelyek japán várak, de keresztény, illetve nyugati stílusú épületet tartalmaztak, vagy akár egy épületrészt. A képen látható 12 vár ugyan kicsiben, de azért bemutatja azt a 12 várat, ami a régi időkből fönnmaradt és eredeti japán várnak tekinthetőek. Ezek között van olyan, amit hegytetőre építettek, sík területre, vagy akár ennek a kettőnek a keverékében is. A teljesség kedvéért azért elmondanám. Bicsumatsuyama, Hikone, Himeji, Hirosaki, Inuyama, Kochi, Marugame, Maruoka, Matsue, Matsumoto, Matsuyama és Uwajima várakról beszélünk. Öt ezek közül pirossal ki van emelve. Ezek nem csupán eredeti kastélyok, de japán nemzeti kincseihez tartoznak, tehát különösen magas az értékük, kulturális szempontból különösen. És talán egy kicsit még alapozásként nézzük meg, milyen típusú várak vannak. A terepviszonyokat, az elhelyezkedést, a helyi adottságokat, és ugye magának a várnak a célját figyelembe véve, általánosságban elmondható, hogy négy fajta várral találkozhatunk Japánban. Van, amelyiket hegyre építették, van, amelyiket sík területre, van olyan, amit hegyre építettek, és azon belül még egy mesterséges kőhalmot is létrehoztak, illetve lehet olyan vár is, amit vízpartra vagy tengerpartra építettek. És ezek alapján meg van nevezve, hogy melyik kastélynak úgymond mi a hivatalos típusa. Mivel a hangom nem az igazi, próbálok a lényegre szorítkozni. Ha a várak felépítését néznék meg, talán az egyik legszembetűnőbb lenne a kőfal. Ezt Ishigakinak is nevezik, és általában igaz, hogy csiszolt kövekből áll össze. Úgy mondanám, költséges, praktikus és lenyűgöző. Költséges, mert drága volt ilyen köveket a helyszínre szállítani, megcsiszolni, összeépíteni. Praktikus, mert az épület, a főtorony sokkal ellenállóbb lesz, például földrengéssel szemben, ha ilyen kőfal alapot kap. Valamint lenyűgöző és egyben praktikus, mert bizony a védelmet elősegíti. Ha csak nem durván kialakított kőfalról beszélünk, ennek a megmászása még egy ninjának is nehéz lenne, vagy akár egészen egyszerűen szinte lehetetlen. A megdöbbentő, hogy ezeket a köveket illesztéssel, de habarcs és egyéb kötőanyag nélkül rakták össze. Tehát ez egy összerakott, összelegúzott kőkupac, ha így tetszik. Számomra megdöbbentő volt, hogy addig forgatták, illesztették, csiszolták a köveket, míg mindegyik a megfelelő helyre került. Döbbenet. A következő
következő, ami a vár védelmében segíti, nem csak a magas kőfal, hanem a különböző falak. Ezek egyszerű védművek voltak, mondhatjuk a legolcsóbb védmű, a kezdetek kezdete óta ismerjük a falakat, hiszen a legegyszerűbb felhúzni egy falat, amit nem lehet átmászni. Hogy ezt megerősítsék, esetleg kőfalat, vagy földből döngölt falat hoztak föl, illetve ilyen rétegeket raktak alá, valamint magát a falat úgy alakították ki, fából, bambuszból, szalmából és sárból összetapasztva egy ellenálló építményt kapjanak. Ha megnézitek a képet, kicsit etőt is kaptak, hogy az eső ellen is védjen. A fal oldalában szokás volt lőréseket kialakítani, hogy a védők például esetleg muskétával, vagy esetleg íjjal ki tudjanak lőni a lyukakon, egyben védjék a várvédőit.